Ismét országszerte kinyílnak a szakképzőiskolák kapui, és a velük együttműködő gazdálkodók tanműhelye és üzemei pénteken rendezik meg a szakmák éjszakáját. Az eseményhez a Nyíregyházi Szakképzési Centrum is színes programokkal csatlakozik. A varrást gyakorolják ezek a lányok az egyik nyíregyházi iskolában. Ez csak egy a több tucat szakma közül, amelyet a város számos intézményében oktatnak. Sokat hallani, érdemes diploma helyett szakképesítést szerezni, mert sok esetben könnyebb elhelyezkedni ezzel a munkaerőpiacon. De milyen szakmát választunk? Érdemes már általános iskola után ilyen képzést választani? Ha igen, hol van erre lehetőség? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk a szakmák éjszakáján, amelyen újra egész estés programfolyammal várják a szakképzés iránt érdeklődőket. Az országban működő 44 szakképzési centrum április 12-én most pénteken már negyedik alkalommal rendezi meg az eseményt. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 10 tagintézménye közösen szervez színes és szórakoztató esti programokat. Gurbán Néppap Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója, a vendégem, köszöntöm. Jó estét kívánok! Ahogy hallottuk, már negyedik alkalommal rendezik meg a szakmák éjszakáját. Mi ennek a jelentősége ennek a programnak, és hogyan illeszkedik a szakképzési stratégiába? Igen, idén negyedik alkalommal rendezzük meg az ország valamennyi szakképzési centrumával együtt a szakmák éjszakáját, és egy időben este 6 és 10 óra között. Alapvető célunk az, hogy népszerűsítsük a szakképzést, illetve szerettessük meg a szakmákat. Éppen ezért az előző évek tapasztalatai alapján most egy kicsit másképp szervezzük. Eddig minden iskola a saját iskolájának a kapuját, a műhelyét nyitotta meg, és ott mutatta be a szakmákat. Most idén úgy gondoltuk, hogy egy helyszínen, még ha a Nyíregyháza viszonylatában is nézem, elég távol van a 8 intézmény ahhoz, hogy egy éjszaka körbe járja bárki, vagy egy este. Éppen ezért azt csináltuk, hogy a Dugonics út 10-12, ahol a szakképzési centrum székhely helye van, ez a Veselényi, vagy lehet, hogy az idősebbek úgy ismerik, hogy 107-es. És azt gondolom, hogy elérhetőségben sincs nagyon messze, hiszen a buszmegállótól, a vasútállomástól, ha a gyalogos felüljárón átsétálnak, akkor úgy gondolom, hogy mindenkinek egy kis kellemes séta, és megtalálja ott ezt a nagy intézményt. És ott a sportcsarnok, az udvar, az iskola épülete, a centrum épületének a földszintje, illetve a digitális közösség alkotó műhelyünk az a tér, ahol valamennyi szakma megkapja a helyét, tehát nem is úgy gondolkodunk, hogy iskolákat mutatunk be. Nagyon remélem, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskoláit már mindenki ismeri a megyében. Mi most kifejezetten szakmákat szeretnénk bemutatni. Tehát hányféle szakmáról beszélünk itt? Mi közel 100 szakképesítést kínálunk a iskolarendszerű képzés, a felnőtt oktatás és a felnőtt képzés keretében, és 20 ágazatot. Most úgy gondolkodtunk, hogy ágazatokat, szakképesítéseket fogunk megmutatni, tehát egy példa, hogy például a kereskedelem vendéglátás területén a Bencs és a Sipkai érintett, akkor ők ezt a területet közösen fogják érinteni, vagy az INCEDI, hisz az építőipart. Nagyon sok iskola van, aki informatika területén INCEDI, Veselényi, Széchenyi, és akkor most inkább a szakmákra fogunk összpontosítani, és beszéltünk itt előbb a pályaválasztásról, nem feltétlenül csak a pályaválasztásra gondolunk. Ez az időszak nem az, amikor az általános iskolások keresik a pályaválasztás útját. Én inkább a pályaorientációt hangsúlyoznám itt. Pályaorientációt pedig úgy gondolom, hogy óvodáskortól is érdemes elkezdeni. Ezért is kínáltuk mi ezt családi rendezvénynek, hogy óvodástól felnőttig, és hát a felnőtteknek pedig azért, mert ugye a második szakképesítés ingyenessége, a felnőtt képzés, a felnőtt oktatás lehetővé teszi azt, hogy felnőtt korban új szakképesítést szerezzen, és hát ugye a térségben egyértelműen tapasztalható a szakképzett munkaerő hiánya. Ezért érzékelhető ez az érdeklődésben? Én azt gondolom, hogy az utóbbi egy-két évben nagyon átértékelődik a munkaerőnek az értéke, vagy egyáltalán a szakmáknak az értéke, és nagyon kiegyenlítődik akár egy kezdődiplomás fizetése és egy
jó szakmával rendelkező szakember fizetése, hát nagyon ott van így egymás mellett. Igen, én ezzel teljes mértékben egyetértek, ugyanakkor nem tapasztalom azt az ugrásszerű nagy változást ezen a téren, és ezért van még nagyon sok teendőnk, hogy megismertessük a szakmákat, és itt arra gondolok, hogy azért a pályaorientációban, pályaválasztásban nagyon nagy szerepük van a felnőtteknek, a szülőnek, a rokonnak, a barát felnőttnek, aki akár a gyereknek is tud segíteni, és a mi tapasztalataink lehet, hogy egy szakmáról teljesen mások, mert régebben voltunk ott. Ezért tartom én nagyon jó dolognak azt, hogy a térség KKV nagyvállalatok, intézmények kapcsolódtak hozzánk nagy számban, és ők ugyanebben az időpontban vagy kijönnek oda hozzánk, és ott bemutatókat tartanak a Dugonics utcai helyszínen, vagy pedig kinyitják a vállalatokat, tehát a Michelin, Hübner, Contitect egyértelműen ugyanebben az időpontban regisztrációhoz kötötten gyárlátogatásokat, üzemlátogatásokat szervez, vagy ugyanígy a kórház és regisztrációhoz kötötten vár minden érdeklődőt, és beviszik őket akár egy műtőbe, különböző területeket bemutatnak. Nagyon fontosnak tartom, hogy közelről lássák, érzékeljék, hogy mennyire más mondjuk egy szakma. Tehát megváltoztak, új technológiák vannak, másképp kell dolgozni más eszközökkel, és nagyon remélem, hogy a felnőtt is azt fogja látni, hogy igen, érdemes a gyerekemet ezen az úton elindítani. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, mint egy izgalmas bőrzét, így egy bőrze, egy este, vagy egy éjszakás kaland. Igen, igyekszünk nagyon sok felől megközelíteni a fiatalokat, tehát például lesz egy fedett szabadtéri színpad az iskola udvarán, ahol például kulturális rendezvényekkel is csalogatjuk a fiatalokat, Ráskó Esznál a hősök és a mi tehetséges gyerekeink fellépnek egész este a színpadon, de lesz divatbemutató, lesz sminkbemutató, fodrász bemutató, tehát igyekszünk nagyon színes programot nyújtani. És kapcsolódva az egyes szakmákhoz is. Így van, mi? Persze, így van, és ezáltal valóban egy színes családi programot biztosítani, és hát azt várom, hogy az igazi sláger az a robotika és a digitalizáció mostanság, és éppen ezért a digitális közösségi alkotó műhelyünkben. Ami még egészen friss. Igen, várunk mindenkit, de hál' Istennek elég sokan ismerik, sokan érdeklődnek. És ott a kis óvodásoknak is van sarok, ahol játszhatnak, legúszhatnak, padlórobot, kifestő, és az egészen nagyok pedig kipróbálhatják a 3D nyomtatót, drónokkal játszhatnak, és különböző területeken ismerhetik meg a saját képességeiket, és remélem, hogy ezáltal pedig vonzóvá tesszük majd a szakmákat. Azt érzékelem, hogy nem csak fizetésben, hanem akár tudásban is közelít egymáshoz a két képzési szint. Tehát egy jó színvonalú szakképzés, és mondjuk egy régi főiskolai szintű képzés, ott már nem nagyon van sok különbség. Én nagyon remélem, hogy így van, és ezért is tartom fontosnak, hogy egyrészt a gazdasággal, másrészt pedig az egyetemmel is szoros kapcsolatot ápoljunk, és igyekezzünk megtalálni azt az utat, ahol együtt dolgozva, mindannyian hozzátéve a saját tudásunkat, együtt képezzünk jó szakembereket, és szolgáljuk itt a térségben a szakképzést. És az átjárhatóságot biztosítjuk. Így van, ez is egy nagyon fontos dolog. Mi az eddigi tapasztalat, ezek a szakmák éjszakája programok mennyire voltak eddig sikeresek? Én úgy gondolom, hogy érdeklődtek, nagyon sokat dolgoznak a kollégáink, tehát minden iskola saját képzési profiljának megfelelően megpróbál érdekes dolgokat kitalálni. Ők maguk is nagyon élvezik, és minden évben megpróbálnak hozzátenni valamit. Én nagyon remélem, hogy most az, hogy együtt vagyunk, és egyre több programot tudunk biztosítani, például érdemes azért is jönni, mert szabadtéren fognak főzni, paracsintát sütni, és mindenféle finomságokat osztogatni, illetve azt érzékeltem, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés a bánkiba, ahol közlekedéssel kapcsolatos dolgok voltak, illetve ők minden évben nagy sikert aratnak, amikor olyan kis robotokat készítenek, amit mindenki elvihet magával haza. Na most mindannyian megpróbálunk valahogy színesebbé tenni ezt az estét, vagy ugyanígy a faipari ágazatokat,
kapcsolatban lévő kollégáim, ha készít valaki egy fotót, akkor egy képkeretbe saját maga elkészítheti a képkeretét és elviheti magával, de hát ebben a már említett digitális közösségi alkotó műhelyben elég egy ötlettel jönni, és ott megvalósítani, és azt elviheti magával. Oda kell regisztrálni, vagy egyáltalán hogyan történik a regisztráció? Nyilván, aki a közelében van az egyes szakképző helyeknek, ők ezt tudják, de azok a családok, akik csak érdeklődőként szeretnének megjelenni, kell-e valamit tenniük? Semmiféle regisztrációra nincs szükség, csak a cégek kötik regisztrációhoz. Mi nagy szeretettel várunk mindenkit. Pénteken 3-6-kor van a megnyitó, egy ünnepélyes megnyitó, azt követően pedig folyamatosan bármikor érkeznek hozzánk, mindig lesznek kollégák, illetve tanulók, akik segítenek tájékozódni, hova érdemes menni, melyik szakmát hol találják meg, ki mi iránt érdeklődik. És azt mondtam, hogy szakmákat mutatunk be, de természetesen, ha családdal jönnek, és a szülő érdeklődik, hogy melyik iskolában általában milyen beiskolázási mutatók vannak, vagy milyen feltétele van a felvételének, készséggel állunk rendelkezésre, és ugyanígy a felnőtt oktatással, a felnőtt képzéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókra is tudunk válaszolni. Főigazgató asszony, köszönjük szépen a tájékoztatást, és sok sikert kívánunk köszönöm péntek estére. Szépen.